Közben meghaladta a 500 000-t a koronavírus halálos áldozatainak száma a világon. Továbbra is az Egyesült Államokban a legrosszabb a helyzet, de Latin-Amerikában is megállíthatatlanul tombol a járvány. Közben Indiában és Ausztráliában is tömeges tesztelés indult, miután az enyhítések után az elmúlt napokban ismét nőtt a megbetegedések száma. Rengetegen kerestek felfrissülést az arizonai Salt folyónál a hétvégi kánikulában. Nagy volt a tömeg annak ellenére, hogy vasárnap rekordmagasságba emelkedett az új fertőzöttek száma az államban. Futótűzként terjed a járvány Amerika déli és nyugati részén. A hatóságok attól tartanak, hogy tömegek indulnak meg a vízpartra a jó időben. Texasban ezért átmenetileg betiltották a raftingot és más vízi sportokat. Floridában pedig több tengerparti strandot újból bezártak, hogy féken tartsák a járványt. Vasárnap meghaladta a 2,5 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban. Azok az államok, amelyek már májusban megkezdték a kijárási korlátozások feloldását, most újra a járvány gócpontjaivá váltak. Cselekednünk kell, az embereknek pedig felelősségteljesen kell viselkedniük. Be kell tartanunk a kötelező védőtávolságot, és fel kell vennünk a szájmaszkot, főként a vírus által leginkább sújtott területeken, figyelmeztetett az Egyesült Államok vezető egészségügyi szakpolitikusa. A járvány soha nem látott mértékben terjed a fiatalok körében. Főként a fiatalabb 18-tól 44 éves korosztálynak lett pozitív a tesztje az elmúlt hetekben. Ezen belül is a 25 és 34 év közötti fertőzöttek száma messze a legmagasabb az államban, mondta Florida kormányzója, aki a megbetegedések számának megugrása miatt pénteken elrendelte a bárok bezárását és az éttermi szolgáltatások korlátozását. Latin-Amerikában is robbanásszerűen terjed a járvány. Chile fővárosában megduplázódott a temetési szertartások száma. 15-20 perces szertartásokat rendezünk, hosszabbra nem jut idő, számolt be egy helyi tiszteletes. Brazíliában a legsúlyosabb a helyzet. Az Egyesült Államok után itt regisztrálták a legtöbb fertőzöttet, több mint 1,2 milliót, és tízezrek vesztették életüket. Az elmúlt egy napban több mint 30 ezer embernél mutatták ki a vírust. Az eddigi megbetegedések nagy részét São Paulo környékén regisztrálták. Házról házra járnak a hatóságok az indiai Mumbai szegédnegyedeiben. Keresik a gócpontokat. Több mint 170 ezer tesztet végeztek el vasárnap országszerte. Azután kezdtek tömeges tesztelésbe, hogy múlt héten meghaladta a 500 000-t a fertőzöttek száma az ázsiai országban. Szakértők pedig arra figyelmeztetnek, a járvány még nem érte el a csúcspontját. Július végére csak Új-Delhiben 500 ezer fertőzöttre számítanak. Ausztráliában eközben több mint 2 hónapja nem látott szintre emelkedett a fertőzések napi száma. A kontinens második legnépesebb államában, Viktóriában, ezért a korlátozások visszaállítását fontolgatják. 75 új esetet regisztráltunk az elmúlt egy napban az állam területén. Aggódunk a növekvő tendencia miatt, ezért szorosan nyomon követjük a helyzetet, közölte az egészségügyi miniszter. Már több mint 10 millió embert fertőzött meg a koronavírus világszerte, a halálos áldozatok száma pedig átlépte a 500 000-t.